Jó estét kívánok mindenkinek, kezdődik a Csörte, a Hír Televízió vita műsora. Vendégeim Pindrok Tamás, Szent Iványi István, jó estét. Gajdi Csottó és Fodor Gábor, köszöntöm az urakat. Ugye arról már beszélgettünk, hogy az Európai Unió bírósága megbüntette Magyarországot a határvédelemmel kapcsolatban. Erről már sokat beszéltünk, ugyanakkor most bemutatták a migráns buszokat, hogy megoldják a helyzetet, fogják és ingyen és bérmentve Brüsszelbe szállítják az illegális migránsokat, ha már az a probléma, hogy Magyarország milyen intézkedéseket vezetett be Brüsszel, a belga kormány. Nagyon sokan kritizálják ezt az intézkedést, de ebből a szempontból nem csak egy jó geg, hanem akár még megoldás is lehetne. Ha már máshol bevált, itt miért ne válhatna be? Ez a jó válasz, illetve az, hogy ha már Brüsszel azt mondja, hogy megteltek, akkor eddig miért hívták be az embereket, és miért ott próbálták meg ellátni őket? Nagyon sok kérdést vet fel egyébként az adok-kapokon belül, hogy ez jó ez az eszköz, de inkább a politikai megítélésre vagyok kíváncsi, hogy az urak mit olvasnak ki ebből a mostani szituációból. Hát szerintem ez nem egy jó eszköz, az a helyzet. Ugye arra hivatkozta, hogy máshol ez már bevált, hát nem nagyon vált be azért máshol, nem csinálják máshol, az Amerikai Egyesült Államokban van erre példa, hogy ott volt bizonyos városokból szállítottak el Washingtonba menekülteket, de egyébként nem szokás ez a világban. És én azt gondolom, hogy Magyarország kormánya nem jó úton jár, hogy ilyen példákat vesz valójában olyan követendő modellként, amit hát az Európai Uniónak elküldi. 2015 óta nagyon sokáig azt mondta mindenki, aki kritizálta a magyar kormány intézkedéseit, hogy ezek az emberek, akik átlépik a magyar határt, nem Magyarország a célállomás, tovább szeretnének menni. Miért gátolják őket, miért akadályozzák őket, most akkor segítik őket. Na jó, de az a helyzet, hogy az egész Európai Unió, tehát máshol tart, sehol sem szeretnék az illegális bevándorlást erősíteni. Az egész Unió, egyébként erre azt szoktuk mondani, hogy milyen jó, hogy az Unió is már évek óta nagyon határozottan fellép az illegális bevándorlással szemben. Tehát a legális bevándorlást el kell választani az illegálistól. Én szerintem a magyar kormánynak arra kéne törekedni, hogy egy kompromisszumot találjon. Mert ez a húzavona, tehát hogy mi felvonultatjuk a buszokat, ráírjuk, hogy röszke Brüsszel, ez semmi eredményt nem fog hozni, valójában csak az, hogy elmérgesedik a viszonyunk az Unióval, azzal az Unióval, amivel viszont békét kellene kötnünk, mert látjuk a gazdasági helyzetből és egyebekből, meg a hovatartozásunkból is, hogy fontos lenne, hogy egy jó viszony legyen köztünk. Hát teljesen máshogy látjuk szerintem ezt a helyzetet, mert hogy Magyarország védi a határát, és védte 2015 óta, és nem jutalmat kapunk, hanem büntetést ezért. Kapjuk az Európai Bíróságtól a büntetést, a kvóta döntést kapjuk a nyakunkba, el kell helyezni őket, meg kell nyitni a határainkat. Hát maga az Európai Bíróság döntése arról szól, hogy engedjük be őket. Na most akkor itt vannak, tessék, szép sárga buszok, felülnek rá, beengedjük őket az országba, de nem lépnek be az ország területére, csak szépen átvisszük őket. Ti akartátok Brüsszel, tessék, legyetek velük boldogak. Már a németek annyira nem boldogak velük. Érdekes módon a Willkommens kultúra az mintha megbukott volna. Igaz, 9 évben került meg rengeteg ember életbe, német életbe, a terrorakciók miatt, de megbukott ez a politika, és a magyar politika ebben is látszik, hogy győzött. Tehát belátják Németországban is, hogy az nem megy, hogy mindenkit befogadunk, aki szírnek vallja magát, meg afgánnak, meg nem tudom én minek, és illegálisan jön be az Európai Unió területére. Tehát az Európai Bizottság, meg az Európai Bíróság nem megoldani akarta a problémát, hát ők okozzák a problémát. Ez a legnagyobb baj. A magyar kormány akarja megoldani ezt a problémát. Hát ezzel biztos, hogy nem fogja megoldani. Akkor mi? Akarja küldeni. Ugye itt nagyon világos a bíróság döntése. Egy dolgot akar, ezt meg kéne csinálni. Azt akarja, hogy az ország területén is be lehessen nyújtani kérelmet. De ahhoz be kell őket engedni? Hát
be kell őket engedni, akár csak a határig kell beengedni őket, és ott el is lehet bírálni, és akár el is lehet utasítani az összeset, de azt akarják, hogy az ország területén lehessen. Ugyanis jelen pillanatban nem lehet, csak meghatározott nagykövetségekkel lehet benyújtani. Én is azt gondolom, amit itt már Gábor mondott, hogy valahogy egyességre kéne jutni, tehát nincs értelme ennek a húzavonának, ez csak élezi tovább a konfliktust. Az ugyanis a szabályokkal teljesen ellentétes, hogy beengedjük és további szállítjuk, hát ez már az embercsempészet határán van, még az államilag szervezett embercsempészet határán, tehát azt nem lehet megcsinálni, ugye az alapszabály az, és ez van érvényben, hogy az első schengeni országban regisztrálni kell, ha már beléptek őket. Tehát nem lehet őket kapásból tovább szállítani. Úgyhogy valóban az a helyzet, hogy itt végre túl kéne lépni ezen, és egy megállapodást kéne kötni. Minden európai ország tudta ezt rendezni. Itt van Horvátország, itt van Szlovénia, itt van Bulgária, itt van Románia, rendezték ezt a kérdést, és sehol nincsenek migránsok ezekben az országban. Nyugat-Európában persze vannak, Németországban, hát meg máshol. Ettől még nincsenek ott a migránsok, hogy ez rendezve. Az a baj, hogy az Európai Unió megoldásai, többek között azok is, amiket ránk akarnak kényszeríteni, azok semmi másról nem szólnak, mint hogy legálissá teszik az illegális bevándorlást. Ugyanis mit mond a német kancellár is, hogy elege van Németországnak, és nem tűri az illegális bevándorlók beérkezését. De hogyha Magyarország beengedi a saját területére, és ad nekik egy papírt, hogy elbíráljuk a te kérelmedet, addig ezzel a papírral itt lehetsz, abban a pillanatban ez a valaki, ez már nem illegális. És mehet, bejárhat Ungott Berket, és kiköthet akár Németországba is, mert azt mondja megint a német politika, hogy majd akinek elutasítják a menedék kérelmét, akkor azokat majd visszatoloncolják. Na de láttuk, hogy mit jelent az a visszatoloncolás, hogy eleddig, ha 100 embert sikerült kiutasítani az Európai Unióból, akkor sokat mondok, de az a szám, amikor azt mondja megint csak a német kancellár, hogy 110-valahány ezer illegális bevándorló érkezett tavaly is, és ez tűredett. De honnan tudod, drága Scholz úr? Honnan szered ezt a számot? Hát az illegális bevándorló lényege, hogy azt se tudjuk kicsoda, azt se tudjuk honnan jött, és azt se tudjuk, hogy hova tart. És azt hazudik, amikor megállítják, amit csak akar. És éppen ezért nagyon álságos azt követelni Magyarországtól, hogy Magyarország engedje be az illegális bevándorlót, mit nevezek illegálisnak? Se papírja, se személyazonossága, semmilyen nincs, jön a zöld határon, és elvárja, hogy itt megfelelő bánásmódban részesüljön. És nagyon igazatok van abban, hogy el kellene tudni most már választani ezt azoktól, akiknek viszont lenne joga arra, hogy ide jöjjön. 10 éve mondjuk, hogy ameddig az Európai Unió nem hajlandó definiálni és különbséget tenni menekült, gazdasági bevándorló és határsértő között, addig itt nem lesz rend. Márpedig a bevándorló, a hivatalos legális bevándorló, az rendesen papírral érkezik a határállomásra, és azt mondja, engedjenek be, itt szeretnék a jövőben élni, dolgozni. Megtanulom a nyelvet, elfogadom az itteni kultúra elsőbbrendűségét, és betartom az itteni szabályokat. Csak engedjenek, hogy én itt éljek, de oda-haza nem tudok. Na ez bevándorló. De az, aki most itt flangál, lesz föl, meg a tengerben fulladozik, és úgy érkezik, az egyik se bevándorló, ne is hívjuk ki. Induljunk ki most abból, amit mondtál, hogy ugye van közös pont, például, hogy egyetértünk abban, hogy el kellene választani az illegális bevándorlást, meg a legális bevándorlást. Most ugye azok az emberek, akik ide érkeznek a határa, mert azért az a helyzet, hogy Afganisztánból, Szíriából, meg Isten tudja, különböző országban nem várhatod el mindenkitől, hogy rendesen szépen ilyen papírokkal, olyan papírokkal érkezzen. Hozzátenném az, amire az István hivatkozott, ugye a magyar határnál az is probléma, hogy fel van szerelve papírokkal, és mit csináljon vele? Szóval ez a bíróság döntése erről szól, ugye Belgrádba lehet beadni legközelebb, az a hely, ahol Belgrádba, el kéne menni a Belgrádba. Hát hogyha hát jó viszonyban vagyunk, csak hogy egy ötletet mondjak arra, amikor arról beszélek, hogy okos kompromisszumot kellene kötni a kormánynak. Ha olyan jó viszonyban vagyunk Szerbiával, miért nem tudjuk például a szerbekkel ezt megcsinálni, megbeszélni, akár valami jelképes összeget fizetni nekik egyébként, hogy például Szerbiába, ahonnan jönnek, még Szerbiába mi kihelyezünk egy olyan állomást, ahol például ezeket a te általad említett bevándorlókat papírokkal felszerelve meg lehetne szépen vizsgálni, hogy valóban be akarjuk őket
letereszteni, vagy sem. De ez csak egy példa, ez csak egy, arra mondtam egy példának. De a bírósági döntés erről szól. Nem, a bírósági döntés, nem, figyelj, a bírósági döntés. Arról szól, hogy, hogy engedjük őket Magyarországra. Arról szól, hogy mi vizsgáljuk meg az, hogy egyébként ezt hogyan tesszük. Tehát nyilván, hogy azt mondja, hogy természetesen persze be kellene lépni Magyarországra, de hogyha mi Szerbiával például kötünk egy ilyen megállapodást, ez megoldható. Tehát ha a kormánynak lenne kreativitása ez ügyben, tehát lenne ötlete arra, hogy hogyan kell megoldani, meg lehetne, szerintem ki lehetne találni dolgokat. Az a baj, hogy befeszül a magyar kormány is, akkor befeszül Brüsszel is, harc van az egészből, és annak csak mi leszünk a vesztesei. Pontosítsuk a nyilatkozatot, úgy szól, hogy miután itthon lefolytatták az európai eljárásrendet, akkor fogják, és ezeket az embereket ingyen és bérmentve viszik Brüsszelbe buszokkal. Ezzel van-e gond? Illetve, hogyha ezzel most probléma van, akkor emlékezzünk vissza 2015-ben, amikor megindultak az autópályán ezrével, tízezrével, és gyalog átmentek innen Budapestről, akkor az miért nem volt probléma az Európai Uniónak? Most azt, hogy busszal, vagy kísérte őket a rendőrautó, de Marianna, amit most fölvetsz, ez az illegális, tehát az az embercsempészet, hogyha elviszük őket busszal. Erről beszélt az István. Lefolytatják az európai eljárásrendet először. Tehát ez nem illegális, már nem embercsempészet. Ja, hát hogyha azt gondoljuk, hogy egyébként pedig mindenkinek menedékjogot akarunk adni, akkor onnantól kezdve oda mennek, ahova akarnak, hozzátenném. Tehát az ő már rájuk van bízva. Az más kérdés, hogy ott szerintem az helytelen dolog, hogyha mi buszokat adunk alájuk. De valamilyen megoldást akar kormány is valamit javasol. Bocsánat, hogyha ennyire akarják őket, akkor legyenek velük. De ma Marian kérdezett egy fontosat, hogy elnézést, csak egy mondat még egyszer. 2015-ben miért volt más a helyzet, azt kérdezted. Azért volt 2015-ben csak röviden, mert akkor volt egy polgárháború, és nem lehetett különbséget tenni a polgárháborús menekült először, tehát a háború elől menekülő ember, és a valóban a gazdasági menekült elől, aki egy más kérdés, egy más tészta. Valamit tisztázunk, hogy pontosítsunk. Tehát, hogyha itt regisztrálták, akkor valóban mehet tovább, de bármikor vissza is küldhető. Tehát a Dublin szerint, ahol először regisztrálták, oda visszaküldhető az illető, mert elvileg ott kérte meg a menedékjogot. Miért itt regisztrálják, hanem ez az első biztonságos ország? Hogy? Miért itt regisztrálják mindenképpen, hogyha nem ez az első biztonságos ország? Na most itt akkor a probléma velejéhez jutottunk el. Tehát ez mutatja azt, és a német intézkedésből is az látszik, és nem véletlen, hogy kiváltott nagyon sok vitát, és már lengyelek megtámadták, osztrákok megtámadták a németeket, hogy itt nincsenek nemzeti, vagy nincsenek jó nemzeti megoldások. Itt valóban összeurópai megoldás kellene, baj, hogy ez nincs, és valóban a külső határok teljes védelme lenne a megoldás. Mert nem lehet itt egyenként megoldani ezt a dolgot, a németek se fogják tudni, és már is lengyelekkel nagyon komoly konfliktusok van, az osztrákokkal is ebben az ügyben. Tehát itt egy olyan megoldás kéne, hogy valóban a külső határokon egy nagyon szigorú ellenőrzés. Annyira jól esik nekem. Jó hallani. Mert pár éve, mikor ezt mondtuk, akkor még lelettünk hülyézve, hogy az európai megoldás, főleg a tengeri határ, hogy akarom én megvédeni. Na mindegy is, a dolog lényege az az, hogy a kommunikáció is gyökeresen megváltozott szerte Európában. Amikor a belgák visszautasították ezt a magyar javaslatot, és elkezdtek érvelni, hogy ez hogy sértené a brüsszeli embereknek az érdekeit, a biztonságát, hogy ilyet nem lehet csinálni, stb. Akkor még csak úgy voltam vele, hogy nem hiszek a fülemnek. Hát pontosan ugyanazokat az érveket hozták föl az illegális bevándorlókkal szemben, mint amiket 10 éve mondunk. De amikor Németországban elkezdte maga a kancellár mondani az én dumámat, amiért én folyamatosan le vagyok hülyézve, na hát akkor már hangosan fölrögtem. Mondom, ez nem igaz. Igen. És itt tartunk. És ki tudja, hol lesz ennek a vége? Hogy rádöbben egész Európa, hogy ezt úgy rontott el, ahogy van, és ez semmire nem megoldás, sem a munkaerőpiacra, sem a demográfiára, sem még a választásokra se. Hát amikor elegen vannak, tudjátok, mikor fognak ezek európai baloldali pártokra szavazni? Hát csinálnak sajátot, úgy ezzel vannak bennünket a frázba, hogy mintha itt se lettünk volna. Hát meg a szociális problémák, az együttélés problémája, az, hogy azok a nyugat-európai kormányok szociálpolitikája, az szerint alakul, hogy hány bevándorló érkezik, tehát nem a saját állampolgáraikkal foglalkoznak, hanem a bevándorlókkal foglalkoznak. Ez mind társadalmi feszültséget kelt. Hát nézzük meg Nagy-Britanniát, jó, hogy nem Európai Uniós országról beszélünk, de hát ott azért már az utcára mennek az angolok.
hogy most már ebből elég, és egy terrorcselekmény váltotta ezt ki. De ez már nem csak erről szól, ez már nagyon sokkal többről szól ez a dolog, és hát mondjuk én már kételkedem, hogy ez megoldható ez a probléma Nyugat-Európában, mert már annyian vannak bent, hogy kockázatos ez a dolog. De itt két probléma van, hát ugye van a bevándorlás problémája, meg van az integráció problémája. Hát ez szorosan összefügg, mert a bevándorlók majd később egy integrációs gondot is jelenthetnek, de jelen pillanatban az igazi gond szerintem Európában az integrációval van, és erre valóban nincs jó modell. Ez egy nagyon nagy problémája Nyugat-Európának, hogy próbálkoztak több minden. A briteknél van egy multikulturális modell, ami nem működött, a franciáknál egy asszimilációs modell, a németeknél úgymond ez a Willkommenskultur, vagy semmi a vendég. Egyik se volt jó, ezt ismerjük el, és most jutottak el oda, amit üdvözöltél ott, hogy akkor itt keményebb eszközök kellene. Ugye az európai parlamenti választásoknak ez egy nagyon fontos tanulsága csak volt. Miközben, bocsáss meg, hogy közbe kotyogok, csak miközben leszedik Ausztria szerte, meg Németországban is a kereszteket az iskolák faláról, hogy ne sértse a muszlim iskolásoknak az önérzetét, vagy én nem tudom micsodáját, a közben kislányok már fejkendőbe mennek iskolába, mert félnek az atrocitástól a keresztény kislányok, és már olyat is hallottunk, hogy ugyan a keresztény hittanóra az büdös, de iszlám hittanórákat már nem ártana tartani, hogy tudja mindenki, hogy kell viselkedni, hogy ne késeljék meg, illetve most már azt is hallottam, hogy akár bevezetik az arab nyelvet, és azt kell majd gyakorolni, hogy, mert ugye nagy probléma, hogy nem tudnak németül például a muszlim bevándorlók gyerekei, hát akkor tanuljon meg a tanárbácsi arabul, azt akkor minden rendben lesz. Egy biztos, hogy maga a migráció, abban szerintem mindannyian egyetérthetünk, az egyik legkomolyabb politikai probléma Európában, és megjegyzem, az egész európai politikai térkép átrendeződése is erre vezethető vissza. Tehát például a szélsőséges politikai pártok, szélső jobboldali, meg szélső baloldali pártoknak a megerősödése is. Úgyhogy ez valóban sokkal nagyobb probléma, mint azt 2015-16-ban gondolták sokan, annál jóval nagyobb probléma egyébként, megjegyzem. Egy komoly gondot jelent, de azért én itt a legvégén, mert már ugye kevés időm alatt, azért csak visszakanyarodnék oda, hogy Magyarországnak viszont szerintem az a bölcs és az a jó, hogyha megpróbál ebben okosan politizálni, tehát nem fejjel megy a falnak, hanem okosan. Például, hát de hogyha ezeket az uniós például, szabályokat elfogadtuk volna, akkor az lenne itt is, mint nyugat. Például, de miért ha már a szabályoknál tartunk, például úgy, amiről már beszéltünk ebben a műsorban, hogy egy bírósági döntést azt elfogadok. Tehát nem úgy viszonyulok hozzá, mint akár egy magyar bírósági döntéshez, hogy nem érdekel, hanem elfogadom, mert ez a jogbiztonságnak ez az alapja. És megpróbálok kitalálni valami olyan megoldást, amiben mégis azért úgy csinálom, hogy a bírósági döntésnek is megfelelek, és a saját politikámat is tudom csinálni. És lenne ilyen az a helyzet, lenne ilyen. No, innen folytatjuk, elmegyünk egy rövid reklámszünetre, várjuk vissza Önöket. Jó estét kívánok, folytatódik a csörte. Ha már ott hagytuk abba, hogy illegális migráció, bevándorlás, arról már szót ejtettünk, hogy ez anyagilag is gazdasági szempontból mekkora terhet ró egy-egy országra. És hogyha már gazdaság, Orbán Viktor pénteken is beszélt a gazdasági semlegesség kérdéséről. Engem az érdekelne, hogy az urak mennyire látják jelen politikai klímában, és akkor most nem csak Európára gondolok itt, ezt megvalósítható célként látni. Hát én azt hiszem, hogy ez egy jó célkitűzés egyébként, maga a gazdasági semlegesség, ezzel nincs baj. Szerintem ezt mindannyian alá tudjuk írni, az az érzésem itt a műsorban is. Én a problémát ott látom, hogy állandóan ennek a hangsúlyozása történik, ugye a keleti országokkal, Kínával, másokkal való kereskedésnek, és elfelejtjük az alapkiinduló pontot, hogy rendben kereskedjünk mindenkivel, rendben legyünk semlegesek, amennyire lehet gazdaságilag, de mi a nyugathoz tartozunk.
Tehát mi az Európai Unió tagja. Senki nem kérdőjelez. Nem egészen, meg állandóan ugye többek között a jobboldali sajtókban csak azt olvashatjuk, hogy így Brüsszel, úgy Brüssel, ez a probléma. Egy jobboldali orgánumban elmondod, hogy ez nem igaz. Hát én szeretném mindenhol elmondani. De így Brüsszel, úgy Brüsszel, hát az első rész, szóval, csak brüsszeleztünk végig, szóval, mert hibás a politikája, azzal nem értünk. Az a helyzet, hogy az Európai Unióhoz kulturálisan, történelmileg is tartozunk, ugye már több száz évvel ezelőtt. Európához, nem az Európai Unióhoz? Hát nem az, de az most Európai Unió, Európához tartozunk, vigyázó szemünket Párizsra vetjük, ugye ezt már évszázadok óta tudjuk a magyar költőktől, és ez nem mondom kulturális, a gyalázat. Kulturális gazdasági kötődés is egyaránt, és szerintem ugye egy fantasztikus eredmény is Magyarországnak. Magyarország nagyon sokat köszönhet, nagyon sokat fejlődött, mint ahogy az összes többi ország a környékünkön, a volt kommunista országok, az orosz megszállástól szenvedő országok, akik ugye itt a második világháború után ebbe a helyzetbe kerültek, nagyon sokat fejlődtek az uniónak köszönhetően. Tehát szerintem mi ide tartozunk, tehát nekünk elsősorban az unióval, és tehát a NATO keretein belül az atlanti világgal kell a kapcsolatainkat a lehető legjobban fejleszteni és kihasználni, és utána jön a többi, azt gondolom. Nagyon helyesen mondod, ezért is védjük a határainkat az illegális bevándorlóktól például, mert ezt a kultúrát meg szeretnénk őrizni. És nézd meg Nyugat-Európát, hogy ők meg akarják őrizni ezt a kultúrát, amire olyan büszkék vagyunk. Ők nem akarják megőrizni. Főleg a baloldali progresszív pártok, amelyek vezetik ezeknek az országoknak a túlnyomó többségét. Hát ez a különbség, és az Európai Unióval, most egy politikai közösségről beszélünk, ezzel nagyon sok mindenben valóban nem értünk egyet, és most a gazdaságról beszélünk, a gazdaságban viszont teljesen egyetértünk ebben, semlegesnek kell lenni, mindenkivel együtt de kell hát működni. Akkor tegyük hozzá, hogy a napokban adott át Szijjártó Péter egy gyönyörű holland, hatalmas festőüzemet, ahova a bérfestésbe bármelyik itt működő autógyár elküldheti az alkatrészeit. Vagy a német, autógyárak nem mentek el innen, fejlesztenek, és most már nem csak összeszerelő üzemek, hanem idehozzák a kutatásfejlesztést, a nem tudom én micsodát. Tehát szó sincs arról, amit mondasz, hogy negligálva lenne a nyugati kapcsolatrendszer. A semlegesség jegyében éppen arról van szó, hogy velük is, meg azokkal is, akivel nem akar jelen pillanatban az amerikai központú magánpénzbirodalom együttműködni. Értsd bele Kínát, vagy értsd bele azokat az országokat, amiért gúnyolják a magyar kormányt, hogy keleti nyitás. Na, nekem van egy problémám ezzel a semlegességgel, gazdasági semlegességgel is, mert ugyanis mi az Európai Unió tagjai vagyunk. Ez egy gazdasági blokk, de nagyon szigorú szabályai vannak. Például csak közös kereskedelem politikájával, közös versenypolitikájával. Itt nincs magyar kereskedelem politika, tehát nem tudunk külön szerződéseket kötni. A németekkel ugyanígy van, meg a franciákkal is? Mindenkivel. A valóságban most az oké, hogy le van ez írva valahova egy írott malac. Ilyen semlegesség nincs az Európai Unióban. Ráadásul mi ténylegesen gazdaságilag azért Európához kötődünk. A 75%-a a magyar gazdaságnak az Európai Unió. De senki most, ha ezt úgy akarjuk értelmezni, hogy akarunk kereskedni másokkal is, azzal nincs problémám, de ezt nem kell semlegességnek nevezni, mert ezt csinálják a németek is, meg a franciák is, és nem nevezik gazdasági semlegességnek. Igen, csak tehát, amikor mi elmegyünk Kínába, akkor óriási bűnt követünk el, miközben mindegyik, aki szit bennünket már jártott, na, és megkötötte a maga díjét. Bocsánat, akkor nagyon ügy ezt fölhoztad, mert pontosan ez a különbség, hogy mindenki kereskedik, de politikai szívességeket nem tesznek, és nem udvarolnak ezeknek a vezetőknek, a nyugati vezetőknek. Hát én a spanyol miniszterelnököt nem így láttam az előző napokban, hogy nem udvarolt volna. De a kínai befektetőknek udvarol, persze a politikán keresztül. Igen, de mondja, hogy az a kereskedelem politika, amit most citálsz, az elhibázott Kínával szemben, amit az Európai Unió akar csinálni. És nem csak ő van így egyedül ezzel, hanem a németek is így gondolkodnak, a francia befektetők is így gondolkodnak, mert Kínában üzletet látnak. És az a elgondolás, hogy politikailag negligálunk mindent, akkor kereskedelmileg is háborúzzunk velük, de az Amerika az Amerika de a dolga. Európában nincs ilyen. Európának más az álláspontja. Európa nem akar lekapcsolódni a Kínáról. Például itt az van, hogy bizonyos stratégiai ágazatokat véd, ez igaz, de alapvetően nem akarja fölmondani a gazdasági kapcsolatokat, mert mindenki érdekelt ebben, nem csak mi magyarok.
Sokkal jobban érdekeltek a németek, hát franciák nem és más. Túl baráti lépéseket tett az Európai Bizottság Kína felé az elmúlt években. Én nem úgy emlékszem, hogy a kínai miniszterelnök meg elnök olyan szívélyesen fogadta volna az Európai Bizottság elnökét, amikor elment Kínába. De Tamás, a francia most itt a védővámokat hozzátok fel, hát pontosan az az autóipar, amire az Otto is hivatkozott, hogy Magyarországnak kulcsfontosságú például a német autógyártóknak a jelenléte, az európai autóipar nem fog tudni talpon maradni akkor, hogyha a kínaiak államilag támogatott elektromos autógyártással lepik el a piacot, miközben itt meg nincs szubvenció ezen az oldalon. Tehát természetes dolog, hogy védi ilyen értelemben a piacát Európa. Ez nagyon helyes dolog. Hozzátenni, itt már rögtön egy problémába bele is ütköztünk a magyarországi kínai autógyárral, ami ugye megkapja a nyakába a szubvenció. Na ez itt az együttműködés. Erről beszélünk. Nagyon jó, hogy mindig az autókhoz térünk, mert nem gondolom, hogy a gazdaság az csak az autóiparból állna, és hogyha már arról van szó, mindegyikötök arról beszélt, hogy közös gazdaság, meg gazdasági blokk, akkor nem is olyan régen szerintem a magyar, a holland, a német és a többi gazda nem azt érezte, hogy az Európai Unió vagy az Európai Bizottság megvédi a közös piacokat azzal, hogy beengedi megszámlálhatatlan mennyiségben például az ukrán gabonát. Itt nem csak az autókról kell beszélni, hanem mondjuk a mezőgazdaságról, és az uniós tagországokban lévő gazdák voltak azok, akik Brüsszelbe oda mentek, és azt mondták, hogy gyerekek, minket védjetek meg, de ez nem történt meg. De az unió ebből a szempontból volt a nagy problémája a nyugatiaknak, ez itt probléma, ez a lengyeleknek probléma, nekünk a románoknak. A nyugatiaknak a zöld átállás volt a probléma, ez valóban probléma, a zöld átállás miatt az európai... Én a magatartásról kérdezem, hogy azt várják, hogy az Európai Bizottság vagy az Európai Unió tegyen valamit, hogy a saját gazdák meg a piacaikat ne veszítsék el. De lehet ezt negatív formában is mondani. Az Európai Unió tönkreteszi Európa gazdáit, szándékosan, ezekkel az intézkedésekkel. Nyugaton a zöldítéssel, nálunk az ukrán dömpingárúval, és még nem beszéltünk arról, hogy Dél-Amerikából hoznák majd be a génmódosított, mindenféle vegyszerrel kezelt, ki tudja milyen körülmények között tartott állatok húsát, szóval egyszerűen agyrém, amit csinál az Európai Unió, de nagyon úgy látszik, hogy szándékosan tönkre akarják tenni azt a gazda réteget, amelyik az utolsó abból az évszázados szerves fejlődésből, ami még az európai Még nem beszéltünk az amerikai mesterséges élelmiszerről, amit ugyancsak be akarnak hozni Európában. A legjelentősebb szubvenció a gazdaságot éri egyébként, az egész európai, az egész a mezőgazdaságot, bocsánat, az egész európai politikában, az európai gazdasági támogatásában. Az abszolút protekcionizmus, amit sokan más oldalról kritizálnak, az pont a mezőgazdasági területen jelenik meg az Unióban. Az Unióban eszeveszett módon védik egyébként a gazdákat, de vannak konfliktusok, ez természetes. Megjegyzem, én például először, amikor Magyarország 1991-ben az Európai Tanácsnak a tagja lett, ugye Lengyelországgal és Csehországgal együtt, emlékszem, akkor mentünk Strasbourgba, az ottani delegációnak a tagja voltam, és megdöbbenve láttam, hogy ott az Európai Tanács épület előtt hatalmas tüntetés, és ráadásul tényleg rendőrök és pofoszkodás és egyebek, és ott kérdeztem az ottaniakat, hogy mi a csoda, és mondták, hát a gazdák tüntetnek, az mindig ilyen szokott lenni, ott mindig cirkusz van. Már 1991-ben ez volt, hozzátenném. Végig az Európai Unió rendkívül protekcionista, támogató gazdaságpolitikát folytat a mezőgazdasági téren, de ahogy az István mondta, itt egy nagyon jelentős átállás van, ezer dologban lehetne vitatkozni róla, ez az úgynevezett zöld átállás, ez pokolian megdrágítja egyébként a működését a mezőgazdaságnak, és a gazdákat egy csomó tekintetben nehéz helyzetbe hozza. Tehát itt egy csomó teendője van az Uniónak, azt gondolom. Tehát akkor nincs vita köztünk, akkor egész egyszerűen tényleg arról van szó, hogy ahelyett, hogy migráns üzéket, meg gender őrülteket véde az Európai Unió, ahelyett a saját gazdáit kellene megvédeni, mert ne szűkítsük le, ez nem csak a gazda társadalom érdeke, ti is szerettek egészséges, jó kaját enni, ez minden európai polgár érdeke lenne, és akkor kiderülne, hogy nem azért hozták a szigorú szabályokat, hogy mivel lehet permetezni, meg mennyi műtrágyát lehet kiszórni, meg mit lehet elvetni, mert éppen olyan kedvük szottyant, hanem azért, mert így a jó, így a helyes.
És akkor ezt követeljék meg azoktól is, akik ide akarják hozni a szarjaikat. Mert ha ez nem így lesz, akkor itt emberhalál lesz. Hát meg a Ukrajna felvétel az Európai Unióban is, ez a legnagyobb vita. Arra is, meg a dél-amerikaira is. Ez a legnagyobb vita az ukrán termőterületek, meg hogy ott ki termeli, ez egyébként milyen cégek vannak ott a háttérben, mert valójában Ukrajna a mezőgazdasági területeinek aránya nagyobb, mint összességében, mint az Unió termőföldjeinek aránya. Tehát nehéz úgy az ukránokat felvenni az Unióba, hogy ne legyen belőle konfliktus a mezőgazdaságban, mert tönkre fogja tenni az európai gazdaságot. Igen, de Ukrajnán ugye az a helyzet, valóban 400 millió embernek megfelelő gabonát tudnak előállítani, tehát ebben nagyon nagyok. Nem is véletlen, hogy korábban 80% az ENSZ segélyeknek, az ők Ukrajnába vásárolták föl, és ezt szállították Afrikába és Dél-Amerikába, ahol az ENSZ segélyezett. Na most a probléma itt az, és akkor ez megoldás lenne egyébként, hogyha el tudnák szállítani az ukránok újból Afrikába, meg máshova a gabonát, akkor ők ott el tudnák adni. Itt azért hozta ezt az intézkedést az Európai Unió, mert ugye nem lehetett szállítani a Fekete-tengeren. De már lehet. Hát most már nagyjából elindult, de az elmúlt egy évben nem lehetett, vagy másfél évben, és akkor jött be Európába, mert ide lehetett vasúton, meg más módokon beszélni. Tehát ez itt a probléma, ez megoldható. Tegyünk hozzá még egy dolgot. Az oké, hogy a tengeri blokkád az sokat ártott ennek a kereskedelemnek. De van megint egy olyan jelenség, ami iszonyatosan zavarja az amerikaiakat. Az pedig az, hogy mikor még a Krímről vitatkoztak csak, akkor még Oroszország az behozatalra szorult gabonából. Most pedig már fölnőtt, és az ukrán mértékű kivitelre képes. Ugyanez az. Ez cseszi az amerikaiakat, akik már Ukrajnába berendezkedtek, mert zavarja őket üzletileg. Ez a pőre igazság. És akkor gazdasági semlegesség. Úgy tűnik, hogy konszenzus van az urak között abban, igen, hogy nyugattal, kelettel is. Azzal, hogy nyugattal és kelettel is, igen, de azért legyen világos az, amit a Gábor is hangsúlyozott, és én is, hogy mi azért ide tartozunk, és ennek vannak szabályai, és nem teljesen korlátlan a mi semlegességünk. Tehát mi nem vagyunk semlegesek, politikailag semmiképpen nem, de gazdaságilag is ez azért behatárolja a mozgást. Ezen belül természetesen kereskedjünk mindenkivel, akivel. Én abból akartam kiindulni, hogy van konszenzus. Hát, ezen van, a miniszterelnök úgy nyilat, hogy pont a Draghi jelentésből azt lehet leszülni, hogy az unió versenyképessége, gazdasága hanyatlik. És nekünk, mint Magyarországnak kellene valami olyan megoldást találni, amivel nem húz minket a közösség még lejjebb ebből a szempontból. A kérdés az, hogy ez a külön út, ez itt járható-e? Hát azért attól távol állunk szerintem, hogy a közösség minket lehúz, tehát azért, tehát nekünk azért érdemes lenne feljutni arra a szintre először, abban a közösség. Tehát még az halkadályozza ezt a feljutást. Azért messze alatt. Azt lehúzást is minősítettem. Tehát az európai átlag. Mondjuk a németeknél, hogyha akkora probléma lesz, mint amit ugye már most prognosztizálnak, akkor az ránk is negatív hatás. Na persze, ezt értem, csak azért is mondtam, hogy tehát azért nekünk még van hova fejlődnünk, hogy mondjam, tehát nekünk 1000 kihasználatlan lehetőségünk van még az Unióban, amiről a Draghi jelentős szól, az az összeurópai kép, azon belül Magyarország és a közép-európai országoknak még egy csomó lehetőség van, tehát előttünk még fejlődési potenciál áll, ezért kéne okosnak lenni a kormánynak, és kihasználni ezeket a lehetőségeket, mondod, hogy és miben, nem pedig fejjel a falnak menni. Hát a keleti nyitás politikája pont erről szól. Hát akkor miért vagytok elégedetlenek ezzel? Hát keresi a külön utakat, az ezernyi lehetőséget. Tamás, ezernyi lehetőségből én egy nagyszerű külön utat látnék abba például, hát a kínai meg a dél-koreai befektetéseket. Végre az európai uniós pénzeket kapjuk meg, az egy kiváló megoldás lenne szerintem, és nem a kelet felé próbálkozni kínai hitelt felvenni és egyebeket, mikor ott állnak rendelkezésre azok a pénzek az Európai Unióba, amiket meg tudnánk szerezni. Ami mondva csinált politikai okokból nem adják oda ezeket a kohéziós pénzeket. De tudod, a bevándorlás miatt. Ezt hívják bölcsességnek, hogy van nekem egy politikám, amire megkapom a szavazatot a választóktól, kétharmados felhatalmazás, és közben vannak szabályok egy olyan közösségben, ahol tartozom. Ezt a kettőt hogyan tudom összepárosítani? Ha bölcs vagyok, meg tudom csinálni. Ha nem vagyok kellően okos, akkor állandóan vitatkozom velük, és nem tudom kihasználni a lehetőségemet. Hát vannak nemzeti érdekek. Talán azért vitatkoztunk erről, hogy a veszekedéshez két ember. Kell.
kell. És ez te igaz. Mindig úgy hozott föl ezt a problémát, hogy a magyar kormány a hibás abban, hogy állandóan szembe megy a mainstream Európai Uniós politikával. Nem gondolkodtad téged el soha, hogy esetleg ők azok, akik direkt úgy csinálják, hogy a magyar kormányt megbuktatandó olyan hülyeségeket vezetnek be, és úgy lépik át a saját szabályaikat, ahogy csak akarják, pusztán azért, hogy kiszárítsanak, kiéheztessenek, meg a csuda, mit csináljanak velünk. Mert abban reménykednek, hogyha itt minden nagyon rossz lesz, akkor az a masszív politikai közösség elfordul Orbán Viktor kormányától, és akkor jöhetnek a... Igen, csak tudod, azt tudom mondani, hogy neked ebbe igazad van, mert egy csomó területen, én aláírom, amit te mondasz, hogy az Unió is szándékosan betart Magyarországnak. Ez kétségtelen így van, mert ez már egy elromlott kapcsolat. De én erre azt mondom a bölcs magyar mondással, hogy okos enged, szamár megszenved. Szóval nekünk okosnak kéne lenni ebben az egész történetben, mert a mi érdekünk, egyszerűen, amit a Marian felvetett ugye a kérdésében, nekünk még hatalmas fejlődési potenciálunk van. Tehát, hogy persze Németországról beszélünk, hogy milyen gazdasági problémák vannak, de hát azért Németország gazdasága azért magyar gazdasághoz viszonyítva azért sokszor mondjuk azt, hogy azért mi irigyelnénk azokat a problémákat. Szóval van még hova fejlődnünk az a helyzet. Használjuk már ki végre ezt a lehetőséget. Én ezt szeretném. Mondjuk olyan központ, olyan brüsszeli központ, ahol nehéz az együttműködés, amely semmit nem mond például egy ilyen ukrán lépés a barátsági olajvezeték kapcsán. Semmit nem mondott. Azt mondta, hogy hát ez nem probléma. Oldjátok meg ti, ahogy tudják. De most akkor ez milyen partnerség? De erre a Hernádi is azt mondta, hogy majd akkor lesz baj, hogyha ő szól, és hogy nincs baj. Tehát... megoldották. De jó, de már ő eleve azt mondta, hogy nem jó az, hogy a magyar kormány erről beszél, mert most még nem kéne erről beszélni, mert ő megtalálja a megoldást, és meg is találták. Tehát mit kellett volna tegyen az Unió? Mert egy közösség tagjai vagyunk, az Uniónak vannak közös szabályai, akkor azt be kéne nekik tartani, nem, és a tagállamokat megvédeni. De nem a tagállamokat kellett megvédeni, mert a tagállamoknak semmilyen hátrány nem származott, viszont ez a magyar föllépés úgy tűnt, hogy elsősorban a Lukoil érdekeit védi, és nem a tagállamok érdekeit, mert a mi esetünkben... A magyarok érdeke. Nem, ez nem a magyarok érdeke volt, mert mi megkaptuk az olajat, csak a Lukoilnak van problémája, hogy szankcionálják. Minek az ukránok zsaroltak. Uraim, eddig jutottunk már ezekben a témákban. Köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm. Itt voltatok. Mi nézőknek pedig a figyelmet köszönjük. További szép estét mindenkinek, viszontlátásra.